Néhány napja kezdtek el edzeni a tolnai asztali teniszcsapat tagjai, eddig a sportcégház termeit nem fűtötték a kora tavaszi időjárás beköszöntével, viszont újra gőzerővel készülnek a szezonra. Brucker Lilla, az egyesület tagja, fiatalkora ellenére sok színvonalas eredménnyel büszkélkedhet. Országosan az újoncban vannak inkább jobb eredményeim. Ott országosan 8. hely, 6. hely a legjobb, de amire a legbüszkébb vagyok, ez a régiós bajnokságokon 3-szor lettem első helyezett, és erre nagyon büszke vagyok. A tanulmányai mellett jár pingpongra Brucker Lilla, aki az idei megmérettetéseiről beszélt. Nekem a tanulás az elsődleges, és az a legfontosabb, de még pingpongozok, és az országos versenyeken már nem járok, de NB1-ben játszok. Ott lesz még egy elmaradott tavaszi forduló, amit le fogunk játszani, majd április vége felé, illetve az országos diákolimpiára is megyek, és igen, egyelőre ennyi. Majzik Tamás, a tolnai asztali teniszklub vezetőedzője azt mondja, sietniük kell a felkészüléssel, mert hamarosan kezdődik az idei versenyszezon. Szarvason lesz újonc országos bajnokság, tehát U11-ba, U13-ba fog indulni, és a április 22-23-án Győrben lesz az NB1 tavaszi fordulójának a második része, tehát oda megyünk a felnőttekkel. Az edző elmondása szerint a cél az, hogy tavasz végére a lehető legjobbak legyenek.